döntőbe jutásért Fodor Milánt verted, az mennyire volt kemény mérkőzés, mennyit vett ki belőled? Úgy érzem, hogy szorosabb meccset vívtam bele, mint a mai napon a döntőben. Nagyon ügyes srác, nagyon technikás, és szerintem nagyon-nagyon sokat fejlődött. Beleboxoltam ugyanis az első meccsemet, sajnos ott vereséggel 3-2-re kikaptam, de most úgy érzem, szépen javítottam. Kicsikét fáradt voltam a 30-ben, lesavasodtam, de meg volt, úgy érzem. Hogyan zártad a 2010-es esztendőt, mennyire felelt meg a várakozásaidnak? A 2010-es esztendő eleje az nagyon-nagyon jól ment, nagyon-nagyon tetszett, nagyon-nagyon jól sikerült, de a vége az nagyon csúnyán zárult, hisz korosztályos ifi bajnokságon nem sikerült csak második helyzetet elérni. Csalódtam magamban a felkészülésben, amit eddig belefektettem, de viszont azért jobb ez így, mert így nagyobb célokat akarok így magammal kitűzni. Például 2011-re? 2011-re az EB, és az összes nemzetközi szinten ott lenni, meccseken. Én szeretnék ott lenni. Én akarok, én is leszek. Remélem.